Már 17 éve annak, hogy az utolsó sor katona is leszerelt a Magyar Honvédségtől, azóta kizárólag hivatásos és szerződéses katonákból áll a hazai hadsereg. Annak érdekében, hogy egyre több fiatal válassza ezt a pályát, a Honvédelmi Minisztérium elindította a Honvéd Kadét programot. Ennek keretében azokban a középiskolákban, amelyek partnerként csatlakoznak ehhez a képzési programhoz, a mindennapos oktatás részévé tették a honvédelmi alapismereteket. Ha ezek a fiatalok megértik, hogy mit csinálnak a magyar katonák a mindennapokban, itthon és külföldön, megértik, hogy a honvédelem miért fontos a nemzet szempontjából, miért fontos a magyaroknak, miért kellenek olyan emberek, akik egyenruhában esküt tesznek arra, hogy életüket is áldozzák a magyarokért, a magyar hazáért, közben pedig olyan ismeretekre, értékekre tesznek szert, ami segít nekik eligazodni a nagyvilágban, segíti őket abban, hogy sikeres emberek legyenek, akár egyenruhában, akár civilként, akkor mi elértük a Honvéd programmal a kitűzött céljainkat. Magyarországon eddig 86, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 7 középiskolában zajlik a kadét program. A helyettes államtitkár néhány napja Nyíregyházán egyeztetett a képzés fejlesztésével kapcsolatban, aminek eredményeképp hamarosan a Szabolcsi megyeszékhelyen kezdi meg működését az ország második honvédelmi kollégiuma. A legmagasabb szinten, amikor bentlakásos iskoláról beszélünk, akkor jelenleg egy van, Debrecenben a Kratochvíl Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, és szeptembertől Nyíregyházán nyílik a Honvéd Kollégium, tehát meg lesz a második ilyen iskolánk, amit szeretnénk 2030-ig 8-10-re növelni az ország területén. Én hiszem azt, hogy Nyíregyházán a megyében most indulásként biztos, hogy találunk 25 fiatalt, aki szeretné magáévá tenni ezeket az értékeket, szeretné magát kipróbálni, szeretne csatlakozni a honvédelemhez, és azon belül a 4 év alatt fel tud készülni a saját életére. Mi életpályát tudunk biztosítani, egyenruhából, de egyenruha nélkül, amihez a nyíregyházi és a nyíregyházi környéki gyerekeknek egy nagy lökést adhat ez a Honvéd Kollégium, ami szeptemberben indul. A helyettes államtitkár kifejtette, Nyíregyháza kiemelkedő tartalékos képzéssel rászolgált arra, hogy az utánpótlás képzésben is fontos szerephez jusson. Hozzátette, a középiskolai képzés az eddigi tapasztalatok alapján elnyerte a tanulók tetszését, amihez nagyban hozzájárult, hogy tanórán kívül is foglalkoznak a tanulókkal, és nyári felkészítő táborokat is szerveznek.